mert a második, harmadik előadás után konstatáltam, hogy mennyire könnyű benneteket hallgatni, és aztán rájöttem, hogy azért, mert nagyon hasonló alapelveket használunk mindannyian. Azok a szakemberek, akik ma itt dolgoztak, azok mind ugyanabból merítenek, az emberből, a biokémiából, a biomechanikából, az edzésemmel módszertanból, tehát csupa olyan dologból, ami stabil és fundamentális alapot ad ahhoz, hogy megfelelő sportokat képezzünk. Nos, szokatlanul, de arra kérnélek benneteket, hogy légy szíves, forduljatok a mellettetek ülőhöz, és kezdjük egy egyszerű játékkal. Jó, légy szíves, a mellettet ülő emberrel fogsz együtt dolgozni, legyen ő mondjuk most rendkívül szimpatikus számodra, és egy nagyon-nagyon egyszerű játékot kérnék szépen tőletek, ami azt jelenti, hogy vagy a combotokon játszotok, kérem urakat is a combotokon játszotok, a combotokon vagy a széken játszotok, az egyik ötök, aki vezeti a játékot, ha kiteszi az öklöt, arra az adekvált válasz, hogy nyitott kéz. És lényeg, hogy itt felkészült sportszakemberekről van szó, vegyük azt is figyelembe, hogy ha ő kitette az öklét hüvelykujjal fölfele, akkor a te adekvált válaszod az a nyitott kéz hüvelykujjal lefele. Értelemszerűen, ha a nyitott kezét teszi ki, arra te az öklödet lefele fordítva teszed ki. Tehát nyitott kézre ököl a válasz, ökölre nyitott kéz a válasz, ha a partnerem hüvelykujja fölfele van, akkor az enyém majd lefele lesz. És így játom. Remélem, hogy érthetően adtam át ilyen rövid időt. Légyszeres, kezdjünk el egy ilyen játékot egy kézzel. Jó? Egy kézzel. Nyitott kézzel, melyek ülne fel. Jó? Kezdjünk el furfangosan lenni, és használjuk két kezünket, légyszeres. Két kezünket. Jó? Két kezünket egyszerre, és ha nem vagyunk rendeltő gonoszak, akkor először azonos jeleket mutatunk két kézzel. Ha picit cipelszünk, akkor a két kezünk már csinál. Oké, remélem érthető volt, és elnézést kérek, hogy ezzel kezdtem. Lévén, hogy egy előadás sorozaton ültök végig, és akármilyen jó képességek vagytok, valószínűleg azért egy picit a figyelem elkezdett felradni. Én pedig azt a lehetőséget kaptam meg, hogy nagyon sokadiknak adok elő előttetek, szeretném megnyerni a bizalmatokat és a figyelmeteket. Amit az előbb csináltatok, az egy homloklebeny fejlesztés volt. A homloklebeny az a terület, ami többek közt a kreativitásért, reagálásért, ezen keresztül reakciógyorsaságért, választásos reakciógyorságért felel együttesen. Ennek okán a test sportolóknak, vagy hétköznapi embereknek, vagy a hétköznapod atlétájának egész biztos, hogy nagy választás lesz. Minimum ott, amikor azt kérdezi a feleség, hogy mi legyen az ebéd, melyiket fogjuk enni, ott már választanod kell. És ha nem megfelelő ütemben reagálsz, tehát a választásos sebességed nem jó, az nem biztos, hogy a legoptimálisabb lesz az oldalon, hogy fölkínálták a lehetőséget. Nos, hogy jutottunk el eddig? Miért foglalkozom én ezzel? Alapvetően a sportvilágából jövök. Válogatott sportoló voltam hosszú ideig, most pedig már nagyon régóta a Magyar Fullkontakt Karate válogatott szövetség kapitány vagyok. Innen volt egy sportolói tapasztalatom. Jó 25 éve vagyok személyi edző, amiben az elmúlt évek, mivel most már edzőgyermeim vannak, csapataim, nem annyira aktív, mint személyi edző, de még mindig gyakorlatban is teszem ezt. Van egy másik oldal, 10 évig voltam pedagógus egy iskolában, ahol esen is gyerekeket tanítottam mozgásterápiával, tehát sajátos nevelési igényű gyerekek. És ez a három terület találkozott, hogy mindenütt azt láttam, hogy mindenütt értékes tapasztalatok birtokában vagytok, legyél edző, fejlesztő pedagógus, vagy személytréner, vagy sportoló, ugyanakkor szükséges hidat képezni ezen a területek között, hogy mindenki képes legyen tanulni a másiktól, ugye, hogy ezt most veszük ezen a konferencián. Ma Lőrinc Viktorral beszélgettem, ugye olimpiai döntős birkózónkkal délelőtt, és arról beszélt nekem, hogy ott volt részbarátunknál Kovács Rész, gondolom nem kell bemutatnom a funkcionális edzéssel foglalkozó személyeknek részt. Ott volt nála, és milyen nagyszerű dolgokat tanult ott a terembe, és milyen értékes az idegrendszer fejlesztés, milyen jó, és Rész ezt ugye használja az egész világon az általa edzettek között, használja a saját családjában. Lényeg, hogy Rész KSG team leader már, és idegrendszeri fejlesztéssel foglalkozik nagyon hosszú ideje, integrálva ezt a munkájában. De hogy ne csak a mi szubjektív véleményünk támaszza ezt alá, nézzétek meg légy szíves ezt a kutatást, amit Steyer és társai végeztek 2017-ben. Ez egy metaanalízis, ami azt jelenti, ugye, hogy 1200 néhány kutatást vettek elő, amit megfeleltek nagyjából a paramétereknek, elkezdték őket ezzel a mechanizmussal itt leszűkíteni, és végül 16 kutatási anyag maradt, ami teljességben lefette azt,
hogy azok a sportolók, akik 21 évesek vagy annál fiatalabbak vehettek részt a kutatásban, lennie kellett kontrollcsoportnak. A kontrollcsoport a normál edzés metodikáját követte, vagy ahogy a kutatás foglalt, szokásos és szillelt bemelegítést végeztek, ez elég beszédes jelző. A másik csoport az pedig neuromuszkulális tréninget vezetett be az edzés során, és ezt kezdték el megfigyelni. Amint itt látjátok, a kutatásban részt vettek kosárlabdázók, nagypályás labdarúgók, kispályás labdarúgók, kézilabdások, amerikai futballisták vegyesen, nagyon sok sportolót megnéztek, voltak benne elitsportolók, voltak benne hétköznapok atlétái, mindenféle sportoló előfordult, csak azt fogadták el sportsérülésnek, mert ezt vizsgálták benne, amit az orvos igazolt, alátámasztott, és azt keresték, hogy a neuromuszkulális tréning vajon pozitív hatással van-e prevenció oldalán, érdemes-e végezni az edzésekben, vagy nem. A kutatás azt mutatta, hogy 10-15 perces neuromuszkulális tréning átlagosan 47%-kal csökkentette a sérülés veszélyt. Én most csináltam egy kutatást a válogatottban nálunk, minden 20 ifi és junior válogatott sportolomból egyből lesz felnőtt válogatott, nem dobogós, induló. Minden 20 ifi junior. A fluktuáción dolgozunk folyamatosan, és ennek elmére ennyi. És itt van egy réteg, akinek az a problémája, hogy lesérül, és Lőrinc Viktorral is erről beszélgetünk, ő is mondta, hogy mennyire sok a sérülés náluk a birkózók között, és hogy úgy látja, hogy ezzel a módszerrel csökkenteni lehetne ezt, ez így van. A proprioceptív rendszer javul, jelentősen javul, és jobb lesz ennek a minősége. Az edzők kapnak a kezükbe egy schedule-t, aminek a segítségével végig tudnak menni azon a protokollon, amit érdemes végezni, akkor annak az lett az eredménye, hogy egy 10-15 perces ilyen jellegű tréninggel a felére csökkentek a sérülések. Azért ez brutálisan jó, nem? A felére. A hölgyeknél az jött ki, hogy inkább 20 perc szükséges, és az idősebb sportolók, ugye itt a 21 éves, vagy az annál idősebb sportókra gondol, nekik inkább 20 perces neuromuszkulális tréninget javasolt. Ha növelték ennek az időtartamát, tehát ennek a 20 percnek, akkor ez nem hozott jelentős változást, nem hozott jelentős fejlődést. Illetve a heti gyakoriság 2-3 volt, ha ezt növelték, szintén nem hozott jelentős fejlődést, ugyanakkor erre szükség volt minden lépési szint. És ha már 30 edzés alatt jelentkeztek a pozitív hatások, úgy észlelték, hogy 6 hónap után platózott ez a képesség, és nem volt érdemes tovább fejleszteni annak érdekében, hogy még jobb legyen a központi idegrendszer és az izmok együttműködése, ugyanakkor a szinten tartáshoz elengedhetetlennek bizonyult. Igen, ezt írja lesz. Nos, a mozgástanulás kezdetén, amikor még magasabb az idegrendszeri szabályozás, akkor még sokkal több motoros egységet kapcsolunk be a mozgásunkba. Később, amikor optimalizáljuk a mozgást, jobban megtanuljuk, és most gondolja a testsportágakból egy sportági technikára, amikor a kezdő elkezdi nálad tanulni, akkor lehet, hogy a rendelkezésre álló tudásegységet nevezzük most 100-nak, az az ő összes tudása, ahhoz, hogy ezt a sportági technikát végrehajtsa, amit te elképzeltél ebben a pillanatban, neki lehet, hogy 90-et mozgósítania kell. És 10 marad arra, hogy ne csúszol le a gatyája, meg megörölje az izzadságát, meg el is felejtette, hogy hazaér vacsorára, vagy nem. Mert 90-et leköt a technika. Arra értelemszerűen már nem fog neki maradni energia egysége, hogy adaptálja a sportágában ezt a sportági technikát, tehát mondjuk a frekvenciát, az erőt, a sebességét, bármilyet alakítsa, mert egyszerűen még a technikával bajlódik. Ugyanakkor, hogyha ez a belésődés jobb lesz, és már jelentősen kevesebb energiát fog tőle lekötni, és kevesebb motoros egységet fog ez igényelni, akkor a rendelkezésére álló tudásszint még mindig 100 egység, de már nem 90-et igényel tőle, csak 9-et. Vagy az is lehet, hogy 0,9-et. És hirtelen tud belőle sok darabot csinálni, és hirtelen tud belőle pontosabb lenni, hirtelen eredményesebbé válik a sportolónk. Erre mondjuk azt, hogy gazdaságosabb lesz a végrehajtás. És ez olyan egyszerűnek tűnő mozgásokban is, amik mondjuk aciklikusak, például a Fülöp tanár úr által említett kerékpározásban, amiről azt gondolnánk, hogy mi sem egyszerű, hát csak le kell nyomni a pedált, meg föl kell húzni a másik oldalon is meg. Ezekben a rettentő egyszerű mozgásanyagokban is elképesztő jelentősége van az összes proprioceptív ingernek, a mozgásvezérlésnek, az izületeinknek, az izmainknak a munkájának. Centrális fáradásnak nevezzük azt,
amikor a központi idegrendszer gyakorlatilag elfárad, és ebben az előbb említett technikai beszélésben romlik a képességünk. Tehát először arról beszéltem, hogy megszerezzük és javítjuk, most pedig arról beszélek, hogy ez a centrális fáradás minél később következzen be, mert edzetté tesszük. Mert hogy az idegrendszeri állóképességet is trenírozni lehetséges. Ha az idegrendszeri kapcsolat jobb minőségű, akkor a gyermekkori nagymozgásokra és az alapvető mozgásmintákra épülő sportmozgások hatékonyabbak. Tehát nagyobb súlyt tudsz megmozgatni, gyorsabb leszel, pontosabb leszel, több pontot, jobb eredményt fogsz elérni. Mind a kettő, a gyermekkori nagymozgások és az alapvető mozgásminták egyaránt meghatározzák azt, hogy a központi idegrendszer milyen minőségben tud megjelenni a te sportágadban, mérhetően. Mik ezek a gyermekkori nagymozgások? Ugye a gyermekkori nagymozgások, ez úgy, ahogy a nevében benne van, ez egy olyan fundamentális alap, amit az előbb említett Lőrinc Viktor is, az én 3 éves fiam is, és a várhatóan napokban megszülető következő fiam is keresztül fog menni, mindenki attól függően, vagy függetlenül, bocsánat, hogy olimpiai bajnok lesz, vagy nem. A baba azzal kezdő, hogy elfordítja a fejét mindkét oldalra, ha lehet szimmetrikusan, fölemeli a fejét, törzsstabilizáció kialakul, átfordul, a törzsét kinyomja, elkezdi felhúzni a femúrt. Az elején a baba első 1-2 hónapjában a femúr mozgás kiterjedése 90-110 fok. Ez azt jelenti, hogy a medencéhez képest épp egy picit föl tudja húzni a lábát. Ebben az esetben a baba 4 pontos alátámasztásban fekszik, 2 kar, 2 láb lent. Sajnos még mindig nem ért el a célt, a baba egyébként feltételezem sejtjük korán se ilyen tudományos, mint ahogy én igyekszem most lenni. Ő sokkal egyszerűbb dolgot akar, el akar érni ezt a csörgő színes valamit ott az ágy sarkában. Csak ehhez kéne egy 3 pontos alátámasztás, amikor az egyik végtag végre felszabadul. Ez a kéz lesz, tehát nem a rugással kezd, ez a kéz lesz. És ez az, arra lesz szükség, hogy kb. 2,5-3 hónapos körül a femúr képes lesz 110-135 fok fölé is följönni, ami lehetővé teszi az egy hőnehított 3 pontos átámasztást, illetve a diaframa beidegzésével a törzsstabilitás együtt adja azt, hogy felszabadul a kéz, elérte a csörgőzőrből valamit, és megvan a boldogság. Innentől kezdve persze még rutinosan távolabb tesszük a csörgőzőrből valamit, akár ki is veszünk azt a szerencsétlen gyereket a keprecből, letesszük, eltesszük messzebbre, semmi baj, ő megtanul kúszni. Megtanul kúszni, és egy keresztező mozgás visz véghez, amihez még a légzését is igazítja, a fejét is tartja benne, és a hátsó és az első mozgáslánc egyaránt dolgozik. De ő hatékonyabb akar lenni, messzebb lévő tárgyakat is meg akar szerezni, ennek okán föl fog jönni 4 kézlábra. Lesz egy mozgás elővételezése, elkezd billenni. Billen 4 kézláb. Pont ugyanolyan mozgás elővételezés energiát nyer belőle, mint egy gerehajítót látsz neki futni. Teljesen ugyanaz. Majd elindul, hasznosítja a mozgás energiát, néha nehezen elmegy, lefejli a szekrényt, utána megy, nem baj, és leül. És nézzétek meg, hogy ül le tökéletesen. A gluteus közeledik a talaj felé, leteszi a fenekét, egyenes a törzs, mert hogy maga a gerinc, ugye, az egy anatómiai adaptáció. Test egy csodálatos anatómiai adaptáció, ennek az eredménye. Egy C alakú kifúzisú gerincel van a baba az anyaméhében, így is születik meg. Majd ezeknek a mozgásoknak a sorjára, ugye elkezdi a fejét megemelni, először a kifúzisból átalakul, kialakul az első nyaki lordózis a testben, emeli a fejét. Azt követően, amikor már ülni is megtanul, akkor az ágyéki lordózis fog kialakulni, és megerősödik a felső háti kifúzis. Tehát az eredeti C alakú gerinc fokozatosan átalakul egy funkcionális gerincé. Tehát ami funkcionális edzői konferenciánk egyik fundamentuma, a bennünk lévő funkcionális gerinc, amit mi alakítottunk ki, mert hogy a baba edz. Azt követően, amikor a baba 4 kézláb is mászott, ezt követően föl fog térdelni, feláll, legugol. És most egy olyan számomra varázslatot fogok elmondani, amit gondolom nektek egy gondolat, de próbálom fölkelteni rá az érdeklődést. Rendszeresen kapta meg a kérdést, hogy miért gugol a baba tökéletesen, és mi miért nem. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen. Tényleg, miért gugol az a szerencsétlen gyerek tökéletesen, és mi miért nem? Képzeljétek el, hogy a központi idegrendszer érésére az agyi hídszak a szánál körülbelül 6 és 12 hónapos között indul el a babánál a megfigyelés. Még mozgásokat is képes megfigyelni. Brutális. Meg tud figyelni mozgásokat. Tehát amikor apa vagy anya legugol hozzá viszonylag rendezetten, vagy itt teljesen rendezetlenül, ő megfigyeli.
Bölcsis néni is, Bovis néni is, és mindenki. De nem ez az ok. Ez csak egy mellékvágány lesz pluszba. Arra a következtetésre jutottam, hogy a babának a rendelkezésre álló kapacitások 100%-át latba kell vetni egy guggolásért. Mert hogy maga az állás, vagy a járás és a guggolás is tanult folyamat. Te úgy tudtál ide ma besétálni, úgy jöttél be erre az előadást, vagy úgy ülsz a székeden, hogy most közben gondolom, ezer meg egymás dolog jár a fejedben, ha nyertem, akkor elég nagy figyelmet nálamban. És közben még a kezeddel babrász, a másik kezeddel más csinálsz, hogy el a lábfejed. Neki mindenre figyelnie kéne. Hogy van a hátizmod? Mennyire egyenes? Egyensúlyozod a fejedet a tömegközéppont felett? Nem, ugye? Mert annyira komoly korrekciókra vagy képes törzsből, ő nem. A rendelkezésre álló kapacitások 100%-át használja, ezért kénytelen tökéletesen csinálni. Úgy, ahogy a teremtő ezt ide rakta. Úgy, ahogy a csontvázú megengedi, úgy, ahogy az izmaink a rendelkezésre állnak, úgy, ahogy a központi idegrendszer le tudja vezérelni. A gyermekkori nagymozgásoknál, mint ahogy elmondtam, maga a diafragma is egy ilyen adaptációnak az eredménye. Amit látjuk, a diafragma a mellüreget választja el a hasüregtől, ez egy izom, gyakorlatilag egy ejtőernyő kupolájához hasonlít a leginkább. Maga edzéssel eléri, hogy a diafragma működjön. A diafragma elsődleges feladata az a légzés segítése. A másodlagos funkciója a törzsstabilitás. Oké? Nekünk mind a kettőre szükségünk van. Mi történik? Hogy éri ezt a baba? Miért nincs meg ez születéskor? A szinapszisok még nem alakultak ki teljesen a központi idegrendszerrel, de a baba azt mondja, hogy semmi baj, cimora, edzek. Edzek, és elkezd rá trenírozni, hogy kialakuljanak ezek a kapcsolatok a központi idegrendszer és a diafragma, mint izom között. Ez az edzés lesz a sírás. Számára a sírás nem ugyanazt jelenti, mint nálunk, ha most itt valaki hirtelen elkezdene sírni, biztos felkapnám a fejem, hogy nem biztos, hogy a legjobb előadást tartom. Ugyanakkor, ha a baba sír az részéről, csak egy kommunikáció. Figyeljetek rám, éhes vagyok, érdekel az a csörgő, bőrgő dolog. Verbálisan még nem tudja magát kifejezni, a fennúr megbeszéltünk, még nem jön föl olyan szögbe, hogy el tudjon kezdeni oda menni érte. Ennek okán az, hogy figyelj, sem vagy bőrök, ezek mindig figyelnek rá. A sírással beedzi a rekeszizmot, és 2-4 hét után a rekeszizom betölti az elsődleges funkcióját, egy rándulással jelez, hogyha a baba elfelejt levegőt venni, és a rándulás hatására így vesz levegőt a baba. Innentől kezdve ez tökéletesen működik. Emlékszel, azt mondtam, van egy másodlagos funkció, ez a törzs stabilitás. A törzs stabilitás miért lesz lehetséges? Ő nem akar nagyon nagy súlyt felhúzni, nem akar senkibe beleütni, belerúgni akkorát, hogy ő legyen a világbaja. Oda akar jutni azért a csörgőző, őszínes valamiért még mindig. Így fog tudni gurulni, mert van törzs stabilitás. Föl tudja magát nyomni a felső testére, ha föntet húzza a már most jobban mozgó combcsontot, akkor 3 pontos alátámasztást követően oda tud nyúlni a tárgyért. Neki erre kell a törzsstabilitás. Csak te rendkívül rossz indulaton, mindenféle súlyokkal, eszközökkel még megterheld ezt a törzsstabilitást, tehát helyesen. Következtetés. A következtetésünk ezek szerint az, hogy létezik és van egy minden emberi lényre jellemző egyet fejlődési sor, ami mindenki keresztül megy. Ezek a gyermekkori nagymozgások, a fejemelés, fejfordítás, törzskinyomás, a kúszás, a mászás, a járás és a dominanciák kialakulása. Ezek azok, amikre épül az összes magasabb rendű mozgás, az alapvető emberi mozgásminták, erre épülnek az iskola érettség képességei, az írás, olvasás, a számolás, és itt elmondani egy rövid történetet. Én személyi edzőként kerültem abba az iskolába, ahol tanár voltam. Semmi köze nem volt az egészhez. Az iskola igazgató nőjének a sógorának tartottam személyi edzést, és ott kaptunk helyet. És én ott láttam egy alapozó mozgásterapeutát, ami nekem nagyon tetszett, hogy mit csinálom, ez majdnem ugyanaz, mint amit mi csinálunk, csak kicsit tudatosabbnak tűnik. Elkezdtünk beszélgetni, ő is megnézte, amit én csinálok, és utána azt mondta, hogy miért csinálnánk egy kísérletet, és kaptam 4 kis fickót a súlyból, mind a 4 persze esemések voltak, ahogy ők elmondták, 4 rettentő problémás gyerek. Azt kérték, hogy semmi más ne csináljuk velük, csak azt a karaktermozgást, amit normál esetben csinálnék. 3 hónap volt egy felmérés, én akkor még ilyen 25 évvel ezelőttről beszélt, tudatlan edzőként, én például még nem sok felmérést használtam, akkoriban a Cooper tesztán kívül. Volt egy felmérés, egy idegrendszeri felmérés a gyerekek részére.
Ezt követően én 3 hónapig dolgoztam velük, és jött a nagyon fontos visszamérés. És képzeljétek el, hogy mindegyik gyerek, aki közülük például a diszgráfiás volt, a diszgráfia ez egy írás probléma, annak a 3 hónap alatt automatikusan teljesen helyreállt az úgynevezett alaki diszgráfiájuk. Többféle diszgráfia van, az alaki diszgráfia az azt jelenti, amikor nem tömbszerű az íráskép, nem párhuzamosan a sorak egymással, tehát nem a klasszikus általunk magyar zsinórírásban kisfüzetben tanult írásképet látjuk. Attól, hogy a mozgásuk összerendeződött, a kézfejben lévő finom motorikai képességek, a figyelem is összerendeződött, egyformák lettek a sorhosszok, tömbszerűvé vált az íráskép, párhuzamosak lettek a sorok és egyenlők voltak a sorok között. Nekem fogalmam sem volt róla, hogy mit csinálok. Én csak oktattam őket arra a sportmozgásra, amit akkor már csináltam jó ideje. És ezután kezdtem el alapozó mozgásterápiát tanulni, mert hogy van minden emberi egyedre jellemző, emberi egyedfejlődési sor, és erre épül az összes sportmozgásunk is. Mik ezek az alapvető emberi mozgásminták? Ugye ezek alapvetően a tolás, a húzás, a cipelés, a guggolás és a csípőcsapás vagy csípőzsarél. Ezeknek a segítségével alapnak véve azt, hogy hogyan érik be az idegrendszer, az ide kapcsolódó képességeket, ezeket elkezdjük ezeket a mintákat megterhelni, tolással, húzással, cipeléssel, guggolással, csípőcsapással, és közben figyelembe vesszük az összeset, amit tanultunk az idegrendszer fejlődéséről. Ugye ismerhetjük Ray Kroc-tól ezt a, azt gondolom, fitnessipart forradalmasító szemléletet, ami az izületről-izületre koncepcióról szól. Ennek ugye az alapvető lényege az, hogy mobil és stabil részekre osztotta az emberi testet, és akkor, amikor valakit vizsgálunk, mert nagyon fontos, hogy vizsgáljuk, akkor rettentő lényeges lesz az, hogy figyelembe vegyük az emberi egyetfejlődésre egyaránt jellemző gyermekkori nagy mozgások idegrendszeri lenyomatait, figyelembe vegyük az alapvető emberi mozgásmintákat, és ezt az izületről izületre koncepciót. Ha hatékony, fenntartható és egészséges mozgást szeretnénk, akkor ez számunkra mindegyik pontosan ugyanúgy lényeg, csak akkor, amikor egy csecsemőt mérünk föl, akkor egy tévén torna szakemberhez visszük, és ő fogja megnézni az izmok plaszticitását, működését, funkcionalitását, pont ugyanúgy vizsgálja hittel, mint ahogy tetemes tesztet csinálsz, csak kicsit más szempontokból. Azt nézzük, hogy mennyire spasztikus egy izom, tehát milyen állapotban van, mennyire túlfeszes vagy túllaza, hogyan hajtja végre a funkcióját. Ha kicsit nagyobb a gyerek mondjuk, már 2-3 éves, akkor az esetben elviszed egy fejlesztőpedagógushoz, vagy egy KSG szakemberhez, aki fölméri elsősorban az idegrendszeri fejlettséget, de még ő is nézi ugyanazokat a szempontokat, amit akár egy dévénytorna szakember nézett. Ha már 7-9 éves a gyereke, akkor szintén viszed, sajnos a fejlesztőpedagógusok, és nekem ott ez volt, hogy 10 évet töltöttem el köztük. 2 havonta jártam tovább képzésekre, és 2 havonta ugyanaz volt, zsenikről beszélünk. Elkötelezett, nagyszerű szakemberekről, akik esen is gyereket fejleszt. Kosságos, de a gyerekek 90%-a 2 év után, miután heti 5 ilyen fejlesztést kapott, 2 év után 100%-ig integrálható lenne átlag sportban. Semmi, tehát nincs szüksége arra, hogy ő speciális fejlesztést kapjon, megkapta az idegrendszer érést támogató mozgásról, és most azt mondanák, hogy mehetne a Funkcionális Fitness Szövetségbe gyerek crossfit-et tanulni. De hogyan? Mert hogy nem volt rá szakember. Nem volt rá szakember, aki azt mondja, hogy én értem az idegrendszer fejlődését is, és értem a sportmozgások igénybevételét is. Össze tudom kapcsolni a kettőt, hidat képezek a kettő között. Na, ez hiányzott onnan, és ennek megoldásaként egy alulról szerveződő igénynek megfelelően jött létre a KSG mozgásanyaga. Hogyan néz ki egy idegrendszerfejlesztő edzés, egy neuromuszkulális tréning integrálása a testsportágakban? Nagyon fontosnak tartom minden edzőnél, hogy holisztikus szemléletben gondolkodjunk. Nagyon lényegesnek tartom, pont ezt tegnap előtt volt, Kovács Krisztával beszélgettem, ő a válogatottunk sportpszichológusa, egyéniben is vele dolgozunk sportolókkal, és mondtam Krisztának, hogy Kriszta, többet szeretnék tanulni, képez már engem is, mert azt gondolom, hogy számos olyan terület van, szakterület, amiben lehetőségünk lenne elmélyülni, és nekünk edzőknek tudni kell, szeretném a belső beszédet tudni én kialakítani tudatosan, a célállítást én tudatosan segíteni a sportolóknak, és engem most ez a terület, a sportpszichológia, illetve
felületesen a laborvizsgátok, ahol Máté Tóban lehetőség egy picit tanulni, és egyébként a Honán kinezógia, amit Sugárból Tóban lehetőséget tanulni. Így ezeket összekapcsolódva úgy egy komplett rendszert fog tudni adni, mert csak ez a holisztikus szemlélet fog oda vezetni, hogy az okokozati összefüggéseket jobban átlássuk. Az én véleményem szerint érdemes olyan dolgokról beszélek, ami szerintem körülbelül mindegyikünk kompetenciáiban, edzőtermekben elérhető. Érdemes az edzéseket hengerezéssel, mobilitás, stabilitás padadokkal kezdeni, gyermekkori nagy mozgásokra és az izületről izületre szemléletnek, az egyéni igénynek figyelembevételével. Tehát ha te csináltál egy felmérést, aminek én azt gondolom, hogy mondjuk gyerekkorban, főleg a csúcsnövekedési időszakot megelőzően szerintem nem nagyon érdemes FMS tesztet csinálni, vagyis nem lesz olyan veszélyes és nagyon gyorsan változik az eredménye. Ha figyelembe vetted mindezeket, akkor az van egy általános fundamentális mozgássor, amit mindenki végigcsinál, illetve van egy egyéni. Neki melyik terület, hogy működik, hogy nem, van egyéni gyakorlata. Na ezt követően jönnek a mozgás előkészítő feladatok, egy átlag edzésen, ami ugye didaktikai szempontból mászás, járás, futás, szögdelés, értelemszerűen bilaterális, majd unilaterális, és majd ezeknek a mintáknak a megterhelése, különböző szögeket, síkokat váltva, tehát tudom, hogy kurva jól néz ki a Balázs Dancszerűen élő előadásán említett YouTube Akadémián az, amikor Béla, aki történetesen Johnny, mert mondjuk Amerikában csinálja ezt az edzést, elrugaszkodik és 90 fokot fordulva leérkezik, ezért az edző csinálhatja, miközben a srác úgy érkezik le minden alkalommal, hogy a térd összefed, a medencéje kifele fut, ettől pont ugyanúgy megcsináltatják vele minden edzésen, és semmi értelme. Hiszen a térdnek stabilitása dolga. A lábfejnek stabilitása dolga. A törzsnek stabilitása dolga. A csípőnek annak mobilitása dolga. A lapockákat stabilan kéne tartani. Figyelni kellene arra a biomechanikus légzésre, hogy a rugaszkodás történik, a talajfogás, ugye az eccentrikus szakaszban történik a sérülések sokkal jelentősebb része. Hogy érkezik le? A fej hol van? És ezeket a fundamentumokat kellene fejleszteni ezekben a mozgás előkészítő feladatokban, a síkoknak, a dinamikai jellemzőknek, ritmusnak meg föl. Amikor idegrendszeri felmérést vizsgálsz, akkor mondjuk kúszás nézel meg lassan vagy gyorsan, vagy mászás, és mindegyik mást fog mutatni. A lassú, a normál vagy a gyors. Ha már mondjuk 9-10 éves, akkor lehet, hogy futó vagy szögdelő munkát kezd tőle, vagy ugyanígy agilitás feladatot, lassan vagy gyorsan, vagy szubmaximálisan. És ezt beillesztem 15-20 percben az edzésben. Ezt követően jön az edzés főrész, amit te arra napra terveztél, majd ezután a levezetés, és ezt legalább hetente kétszer-háromszor végrehajtod. Tehát a magának a neuromuszkulális tréningnek az én véleményem szerint körülbelül ilyen didaktikában, ilyen gyakorisággal és körülbelül itt van a helye az edzésedben. Hiszen ehhez érdemes pihent izom és idegrendszert használni. Az idegrendszer érettségi, ez vizsgálható. Ez nagyon-nagyon fontos. Én csak abban hiszek, hogy azt fogjuk tudni korrigálni, felügyelni, változtatni, amit mérünk. Amit nem mérünk, azt nem fogjuk tudni. Ez fassacsapás lesz, ez megérzés. Én értem, hogy kurva nagy rutinja van, meg hogy 30 éve ezt csinálta. Értem, nekem az eredmények azt mutatják, hogy ez így nem működik, és egy olyan hazárjátékba megyünk bele, ahol többek között a sportolón egészsége az egyik asztalra dobott tét, és senki nem tudja, mi lesz az eredménye. Felmérés, korrekciós terv, korrekció, visszamérés. Ezzel kell dolgoznunk. Ezeket ki lehet egészíteni egyebekkel, de ez mind tanulható, adaptálható, egyszerű, minimalista infrastruktúra igénye kivitelezhető. Nagyon-nagyon fontos. Az adaptációk vizsgálatánál a jó idegrendszer megjelenése a sportági teljesítményben. Ez nagyon fontos. Én nem szeretem, hogyha az eszközök válnak céllá. Nagyon-nagyon fontos, ugye Dan John, a cél maradjon a célben. A cél maradjon a cél. Például nekem 30 perces előadást kell tartanom. Azaz vizsgáljátok létszik azokat a rávezető gyakorlatokat, előkészítő gyakorlatokat, felméréseket, hogy tényleg szükséged van erre. Mert ha nem, és lehet cserélni hatékonyabbra, jobbra, akkor jól gazdálkodj kérlek az erőforrásaiddal. A jobb teljesítmény, a jobb regeneráció, szerintem a mai e-sportban a regeneráció az egyik legelőrébb mutató tényező. Tehát ma már mindenki dob technikailag, biomotoros képességekben, mindenben, a jobb regeneráció lesz az egyik döntő. Pont
tudatosabb mozgás, gazdaságosabb mozgás, a mechanikai stressz csökkentése, egy egészségesebb sportoló, vagy a sérülések csökkentése, ez mind lehet a célod a neuromuszkulális tréninggel. Tesztek végezhetők felnőtteknek, serdülőknek, itt külön kiemelném ezt a PHV-t, ezt a csúcsnövekedési időszak életkorát, akkor a nagy neuromuszkulális deficit keletkezik ilyenkor, hogy rettentő nagy jelentőség van. Egyébként is egy olyan életkorban vagyunk, amikor jönnek a csajok, haverok, a Fanta, de ez már tényleg régi reklám. Tehát annyi minden új dolog jön be ilyenkor ebben a serdőkorban, hogy rettentő könnyen fordul el az edzőteremtől. Ha még neki van egy olyanja is, ugye tudjuk, hogy a felsőtest és az alsótest PHV-je az időben általában eltolódik, tehát nem egyszerre van benne a csúcsnövekedés. Nem is, azt hiszem a KSH adatai szerint például az én legnagyobb lányom, ő most csúcsnövekedés időszakban van, ugye 10 esztendős, és pont tegnap néztem, akkor sétáltunk kint a kutyákkal, hogy miért vett fel ez a gyerek egy két számmal olyan cipőt? Ezt abból gondolom, hogy olyan aránytalanul nagy a lábfeje így a testéhez. Aztán rájöttem, hogy nem ez a cipő való lábára. A lábfeje már megnőtt, a többi még kevésbé. Tehát éppen ezért nekem az egész testet kell egyszerre követnem. Luca 10 éves, tehát pont benne van a lányoknál a csúcsnövekedés időszakban. Végezhető gyerekeknél a tesztelés természetesen, és végezhető csecsemőkorban. Vizsgálati szempontok lehetnek, a mozgás kiterjedés, a ritmusosság, a paralateralitás. Srácok, még egy játék? Mehet? Belefér? Bírjátok? Akkor álljon fel mindenki egy pillanatra, légy szíves. Két ember van párban. Oké. Az egyiknek rettentő könnyű dolga lesz, vagy úgy tűnt, ezt szokták mondani kívülről. Te vagy személyedző, ennyi. Hát itt ülsz egész, most csak lesed a mozgás. Na ő leszel te. Jó? A másik lesz a tanítványod, akinek megfigyeld a mozgását. A következőt kérném szépen. Hogy csináljam úgy, hogy ne jöjjünk rá a megoldásra. Az egyik őtöknek nagyon egyszerű dolga lesz. Egy rövid távot jelöljetek ki, ahol sétálni fogtok leföl, mondjuk egy legalább 4 métert, légy szíves. Én vezényelni fogok 3 rettentő egyszerű járásmódot. Jó, tudjuk, a járás tök könnyű, nincs ezzel semmi gond. A másiknak meg kell figyelnie a társát. Jó? Oké. Nem merem elmondani, hogy mikre kéne figyelni, mert úgy könnyebb lenne, csak nem akarom elrontani a játékot. Tehát az egyik mozog most, lábújjárást kérnék szépen, mehet. Egyből láttam, hogy itt az urak, igen, erősek. Igen, oké. Okay. Sarokjárás kérek szépen, ugye ettől a személytől légy szíves. Azt a nagyjárás. Azt a, még az én tanítványom is elhosszan. Külső talpjárás kérek szépen. Külső talpjár nagyon csekkoljuk? Cimborák nagyon csekkoljuk? Most nézz a kézfejére. Na, már késő van, láttuk már. Köszönöm szépen! Oké, most jönne az, hogy a kutatásunk véget ért, ezen a részen el kéne kezdenünk kielemezni, meghallgatni az összes kutató felet, hogy összegezzem így az idő rövidségére való tekintettel. Észrevette esetleg valaki olyat, hogy a kézfej helyzete megváltozott. Mondjuk van egy laza izomtónus, ezt nevezzük normál izomtónusnak, és picit feszesebbé válik, amikor mondjuk lábújjárásra, sarokjárásra, a laborban stabil meg tudom, de itt ez, hogy most így át a kézfejjel, az... Észrevett valaki ilyet, hogy feszesebb lett a kézfej, legalább 5 embernél láttam ilyet. Húzottabb lett a válik. Megfeszült az arcizom. Olyat is láttam, ahol kilógott a nyelv. Láttatok ilyet? Ez a paralateralitás képességének, tehát a végtagszétválasztó képességnek a hiánya. 7 éves korban kezd el fejlődni. Egyébként, ha segít, szenzitív képességről van szó, az agyplaszticitásának köszönhetően gyakorlatilag egész életben fejleszthető, és ahogy most látom, fejlesztésre is szorul. Dolgozzunk bele. Miért lényeges ez nekem? Ha van egy túrázó sportoló, aki tudjuk, hogy járni meg tanult, mert nem tudott járni, ő meg tanult járni. Föl is tanult a hátára 20 kilót, és azt mondta, hogy figyelj, ez már második túrán. Kinizsi 100, küldjük. Elindul, megy fel az emelkedén hátára a táska, mögött az asszony, akinek kiabál, hogy ne maradjon le, egyszerűen rálép egy pillanatra megbicsapik, oké, de megy tovább, nem történt semmi. Pedig jár, cipel, és emocionálisan is terhelve van.
és mégsem ment ki a lába. Ez minek köszönhető? Annak, hogy a proprioceptív képességei zseniálisan működnek, és a végtag szétválasztása hibátlan. Tehát azért, mert ez megbicsaklott, ezért nem csapta félre a fejét, és rakított rá a kedvesére, nem ejtette el a kezében lévő terhet, mert a végtagokat szét tudja választani. Ellenkező esetben óriási családi tragédiát követ ez a rossz helyre lépte, kifordult a Bokán című történet. De hogyha ez egy sportolói csúcs teljesítmény, és mondjuk a lábmunka fontos a te sportágban, nem tudom, hogy van olyan sportágban fontos a lábmunka, de ha esetleg akad, akkor vajon mennyire lényeges, hogy tudja függetleníteni a kezét a lábától, vagy tudjon figyelni közben egy verbális edzői utasításra, és esetleg pontos is maradjon. Na erre van szükség akkor, amikor például a paralatalitást vizsgálunk. Vizsgáljuk a vezérlést, szerialitást, tehát a sorrendiség képességét, téli tájékozódást, ugye ez nagyon nem mindegy, hogy ne arra támadj, ez a mi kapunk, jó, de a mi termünk, ahol mi gyakorlunk, itt szokott lenni az ellenfél. A filomotorikát, a testvonal átlépést rettentően lényeges. Funkcionalitást, az izületek, izmok, kötőszövetek funkcionalitását. Konklúziók. Az idegrendszer érés folyamata annak kapcsolata és fejlesztése mozgásától az egyik legfontosabb alap, amit egy edzőnek, pedagógusnak tanulnia kell, és amire hatékonyabban építheti a mindennapi munkáját, minden korosztályban és minden szinten. Ez minden egyes sportágban, minden egyes sportolnál folyamatosan bizonyítást nyer. Ezek a hivatkozások, azok a kutatások és anyagok, amiket megszerepeltek. Viszonylag jól tartottam az időkeretemet, mert azt szépen köszönöm a figyelmeteket.